Köszönöm szépen én is nagyon a meghívást, és én is nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm is egy érdekes téma, mert sokan gyakran fölvetnek, milyen ágon öröklődik a zsidóság, ugye? Erről, azért is lehet erről csinálni egy vitát, mert nincs feketén fehéren leírva. Úgyhogy akkor nyilvánvaló, hogy különféle helyek a Bibliában, amit erre úgy számíthatunk, hogy erre utal. Hát számos ilyen hely van, akkor talán rögtön bele is csapnék a lecsóba. Amit leggyakrabban szoktak hozni, az az Ezra. Ugye nagyon híres az Ezra, nem tudom, hogy hogy milyen nevekem, a héberül Ezrának hívják, Esdrásnak hívja, azt hiszem, a Szeptuaginta fordítás, és ez ez az, ami a magyarban is elterjedtebb. Ugye nála egy komplett külön fejezet csak erről a témáról szól, amit a tóra megparancsol, hogy tilos elvenni a hét nemzetből származóakat, melyeket a rabinikus hagyomány úgy értelmez, hogy vegyes házasság tilalma, tehát, hogy nem szabad más, más vallásúakkal, más népekkel házasodni. Ott az Ezránál ez már úgy jelenik meg, hogy probléma van, ugye, babiloni fogság, szentély pusztulása, Gondolom a hallgatósága a történelmi hátteret azért nagyjából ismeri, és e, jönnének vissza, de hát, de hát ez a vegyes házasság történet, ez egy probléma, mert annak ellenére, hogy a Tóra ezt tiltja, mégiscsak azt találja az Ezra, aki a népnek az akkori vezetője volt, hogy ezt az emberek bizony nem tartották be, és írja is a tizedik fejezetben, hogy e, légy szíves elválni ezektől, igen-igen drasztikus megoldáshoz folyamodott. Azt mondta, hogy, hogy el kell válni ezektől a, a, a idegen feleségektől és a gyerekektől is. És fölhívják a figyelmet, mutatom is talán akkor a forrást a pillanata. Ezre a tizedik fejezet, harmadik mondatában. Ezra. Tíz. Egy pillanat, meg akarod Igen. osztani, a valamit megszeretnél? Hát nem osztom meg, akkor, akkor meg Tudod, tud olvassom, meg, te... tudom, meg, tudom, osztani? Hú, de jó. Megállítom az időt addig, míg, kitalálom, hogy hogy működik ez. Egy pillanat. Igen, itt az Ezra, tizedik fejezet, harmadik mondat, átó, Bríz brisz, hajci, most pedig kössünk szövetséget Istenünkkel kivinni, vagyis hát elválni minden feleségektől, vehanoilod méhem és aki született nekik. Be acasz Adonai, be be mit a jénú, Azokkal, akik a az örökkévaló tanácsára, és akik remegnek az Istenünknek a parancsaira, és cselekedjünk a Tóra szerint. Itt azt írja, hogy a nőktől kell elválni, és akik születtek nekik. Tehát egy nőtől származó gyereknek a gyerekről van szó, aki pedig láthatóan identitásában az anyja identitását örökli ilyen szempontból. Na, ez egy eléggé viszonylag explicit forrás. Nem nagyon, de relatív skálán ez egy explicit forrás. Ugyanakkor ez nem egy tórai forrás, ez egy, ez egy profétai könyvekből származó forrás. A tóra az a zsidóság szerint legalábbis az egy extra dolog, hát illetve írja is a Tóra, hogy nem volt olyan proféta, mint Mózes. A Mózes proféciai közül ugye a második könyv és az ötödik könyvben van olyan, ami kapcsolódik ez a témához a második könyvben, 21. fejezetben, rögtön, amikor elkezdi mondani a törvényeket, az első törvény Héber szolga, Eved Ivri, Héber szolga törvénye az az, hogy ő hat évig szolgál, a hetedikben pedig szabadon megy, ellentétben a nem Héber szolgával, ami nem megy, szabadon. E, mi a helyzet, hogyha ez a Héber szolgának van egy felesége? Neki lehet, mivel hogy ő szolga, kvázi a szolga az egy ilyen csökkentett mód. E, az ura megteheti azt, hogy hozzáad egy feleséget azzal, hogy legyenek gyerekei, és akkor a gyerekei is elvileg lennének a gyerekei, azok, azok, is szolgák lehetnek, tehát úgy szolgákat lehet ilyen módon, hát mond, létrehozni. Akkor a, ugye azt kérdezi a Tóra, mi van, hogyha ezt a, ezt a szolga nem szimpatikus neki az ötlet. Van egy felesége, egy szolgafelesége, szolgagyerekei, de ő szeret ott lenni. Akkor azt mondja a Tóra, hogy át kell lyukasztani a fülét, hogy nem, nem, szeret, nem szeretné a szabadságot, és akkor szolgálja ö, örökké. Na mostan, a gyerekekkel mi a helyzet. Ugye ismételten, kinek a gyerekei ezek? Ezek a gyerekek ismét az anya. Az apa, az apa identitását örökölni a gyerek az apának az identitása az az, hogy hat év után szabadon megy. Tehát szintén itt a gyereknek is akkor hat év után <hül> szabadon kell mennie, vagy a többi családtagjával szabadon mennie. De nem ez történik, hanem az anya, a szolga anya identitását örökli, és elvileg neki maradnia kellene. Ahhoz, hogy a apa, az apa szolga maradjon a gyerekekkel, ahhoz az kell, hogy, hogy az apa is ott maradjon, és nem mennek ki az apával. Itt sem apa ágon öröklődik a dolog. És végül a harmadik forrás, ami szintén ezt az üzenetet hangsúlyozza, 5. könyv, hetedik fejezet, mikor az örökkévaló bevisz téged majd arra a földre, amit ígért, akkor ott lesznek majd ezek a bizonyos népek, akikkel, hét nép, akikkel, légy szíves, ne házasodj, laj bom, ne házasodj velük. Mi az ne házasodj velük? Azt mondja a Tóra, bitro laj szitén livnaj, uvitaj laj A lányát ne adda te fiadnak, és a fia, várjál csak, a lányodat ne adda az ő fiának, és az ő lányát, ne vegyed a te fiadnak. Szóval egyik verzió sincs megengedve. Fiú, lány, lány, vegyes házasság egyik se. Miért? Ki jó szírez bin mi a háráj? Mert eltávolítja a te fiadat mögülem. Vagyis magyarul bálványimádásra csábítja, tehát ismételten ez a logika a dologban, hogy bálványimádó kultúrák voltak akkoriban, a környező népek, hogyha egy ilyen zsidó egyistenhívő elvesz egy pogány bálványimádót, akkor kulturálisan nem szeretnénk, hogy a bálványimádó nyerjen, és a, 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 a szülő, a bálványimádó pogány szülő az unokádat tenné bálványimádóvá. Na most ez az unokáról van szó. Bin jó hárály, a fiadat eltávolítja mögülem, Ugye ez nem lehet, ugye azt mondaná logika, hogy akkor ez biztos, ez a te fiad? És kitéríti el a te fiad, a, lány, a bálványimádó lány? Ez nem igaz. Ez nem, tud, nem tudunk héberül ragozni, akkor ez így van. Érdekes itt ez az fordítás, ez nem jó. Azt mondja, for they will turn away. Ez nem they. Ez a, they, az, a többes számú ragozás, az héberül ugyan jó szíru. A többes szám jele az u, uh, és itt nincsen u. Uh. A jó szír és a tószír. A jó szír a himnem, a tószír az a nő nem. Tehát ha valóban itt egy nőről lenne szó, akkor itt tószírnak kéne állni. Ha valóban többes számról lesz, itt jó szírunak kell állnia. Tehát egy pérpiről van szó, aki eltávolítja a te fiadat. Milyen fiadat? Akkor ez csak az unoka lehet. Az unoka a fiának, a fia az is a fia tágabb értelemben. Akkor a férfi eltávolítja a te fiadat. Szóval magyarul van egy zsidó nő, és van egy pogány férfi, és ez a pogány férfi, ez eltávolítja a te fiadat. Miért írja ilyen furcsán? Erre a válaszra jutottak a bölcsek, mert egyébként most tudom, hogy bibliai forrásokat keresünk, nem pedig talmudit, ez pedig egy talmudi forrás, de itt a talmud lényegében a írásnak a magyarázata képpen működik, nem hoz be semmi extra információt, csak a szövegben fölmerülő problémákat kívánja orvosolni. És a szövegben itt problémát azt hiszem eléggé egyértelműen elmondtam, az orvoslás, amit a talmudi bölcsek javasolnak, az pedig az, hogy itten arról van szó, hogy egy, egy zsidó nőnek a fia, vagyis egy unoka, aki e, zsidó, a feltevésünk szerint anya ágon öröklődik, akkor értem. Mert hogy akkor a fia, az is zsidó, a nőnek a fia, örökölte a zsidóságot a nőtől, és az apa, aki pogány, az eltávolítja. De csak ez a konstelláció működik, tehát a fordított az nem azért a Tóra ez direkt így ezt az esetet írja le, hogy ki, hogy ki zárja ezáltal. Elnézést, a technikai problémák kicsit megszakad, de akkor próbálom ismételni. Van egy probléma a szövegben, a Tórai szövegben van egy probléma, mint elmagyaráztam, hogy hogyan ragozza, ugye furcsa a ragozás, mert ha valóban az lenne, amit látszik, hogy van, hogy a fiadat eltéríti, ugye kitéríti el a fiadat, hát nyilván a felesége, Ugye? A te fiad az egy zsidó fiú, és van neki egy pogány felesége, akkor ő eltéríti, azt nő nem kéne ragozni. A magyaroknak ez nagyon furcsa, mert magyarul nincsen nem nő nemű ragozás. Héberül van, héberül a jó szír az himnemben eltéríti, a tószír az nőnemben eltéríti, és a jó szír ru, az többes számban. Ők eltérítik. Ezért ez érdekes egyébként itt a fordítás, nem tudom miért, ez, a, ez azt írta be a... A, a, többes számot, pedig hát világos, hogy a Héber szövegben nincs többes szám. A, 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 Héber szövegben hím nem van. Tehát van egy probléma, és ez az, amit a talmudi bölcsek úgy oldanak meg, noha tudom, hogy a bibliai a kérdés, hogy bibliai alapon, de a bibliai kérdés a bibliai szövegben egy probléma, amit a talmudi bölcsek, mint szövegmagyarázók úgy orvosolnak, hogy a fia az nem más, mint a fiának, a fia bővebb, tágabb értelemben az unokája is fiának számít, és az unokám mat, azt eltávolítja a férfi apja. És úgy már stimmel a kép. Úgy már stimmel ez a ragozás. Valóban a, a, a fiamnak a fia, tehát van egy zsidó fiam, és ő neki van egy fia, aki pedig, várjál csak, nem, a, van egy, fiam, van egy lányom, aki zsidó, és a férje nem zsidó. A férje pogány bálványimádó. És ez a pogány bálványimádó férfi, ez eltávolítja az én unokámat, akit a Tóra fiamnak nevez, a, és, és a lányom pedig, az, a lányomnak pedig a gyereke, az szintén zsidó, mert ő örökli az ő gyereke, az ő zsidó identitását. Ez az, ahogyan ezt megoldják, ez nem úgy explicit, csak hogy még azt akartam hozzátenni, hogy tudunk róla, hogy külön, megkülönböztetünk két fogalmat. Az egyik ez a leszármazottság, például a e, Dávid házi királyok, ha megnézzük őket, ugye mindig a fiának, a fiának, a fiának, a fiának, a fiának a fia, tehát a Dávid király fiának, a fiának a fia, ők, ők volt voltak kiályok a Jehuda országban, a déli királyságban, és mindenhol, ahol leszármazottak a tóra, mindig a fiáról ér, fiáról, fiáról, ez azért van, mert a, az, a, a, családi származást azt az apa után vezetjük, hogy magyarul is, ugye a, én vezetéknevem az megegyezik az édesapám vezetéknevével, tehát a családi identitás, az valóban az apai ágon öröklődik, ezt nem vitatjuk, ez egy külön téma. Itten csak arról van szó, hogy a zsidó származás, a zsidó identitás az az, amire ezt a három dolgot, ezt a három forrást, amit bemutattam, ez rá második könyve és ötödik könyve, a Mózes második, más Mózes ötödik könyve, ezekből az jön ki, hogy itt valóban anya ági leszármazással öröklődik a zsidóság. Rendben üdvözlet mindenkinek, akkor én is elkezdem Rengeteg verset találtam ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy megosztok, meg, megpróbálom mindet belefoglalni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi az, amire reagál Benjamin, mi az, amire szeretne reagálni, mi az, amire nem. Én abból indultam ki, hogy az én meglátásom szerint a maga a nemzetség, mert ugye erről van szó, törzsi leszármazás, mikor zsidóságról beszélünk, ugye én szerintem erre kellene gondolni legalábbis én így értelmezem. Szóval, hogyha a zsidóság, mikor azt mondjuk, hogy ki az, aki zsidó, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy ki az, aki izraelita, ki az, aki fizikális leszármazottja a Ábrahám, Izsák, illetve Jákob pátriárkáknak. Én, én, erre gondoltam, de feltételezem, hogy Benjamin is erről beszélt. Meg ugye a maga a zsidóság is erre gondol, mikor arról beszél, hogy ez matrilineáris, tehát anyai ágon öröklődik. Most már az elején ugye ez Mózes első könyve második fejezet 6-8, amikor az embert formálta a föld porából, a, a teremtő akkor a férfit formálta először, és a nőt majd a férfiből teremtette, ami én úgy gondolom, hogy mindvégig ezekben a versekben egyértelmű lesz, hogy a férfi ágon öröklődik a törzsi leszármazás, illetve a nemzetség. De azt említette Benjamin és Dáviddal kapcsolatban, hogy ez így van. Ötös könyve ez Mózes három és 6-os vers, Ádám, de ez az egész könyvre érvényes. Ádám az ő képére és hasonlatosságára nemzette sétet, és az egész felsorolásban, amiben ugye Noé is beletartozik, mindvégig a fiúkat, a férfiakat sorolja fel, a nőkről pedig nem tesz említést azért, mert a nemzetség, illetve a törzsi leszármazás, vagy nép, az ma, ahogy ma ismeretes ez a férfi, a férfi ágán öröklődik. Sőt, Noé-nak a hetes fejezetben, Mózes első könyve, első versben azt mondja, hogy menj be te és az egész házad népe a bárkába. A logika az diktálná, hogy ha a női ágon öröklődne, akkor a nőket szólítaná meg, hogy te és a te házad népe, hogy azok menjenek be a bárkába. Aztán, ha megyünk tovább, tízes fejezet nemzetek táblázata Noé fiainak, Sétnek, Kámnak, bocsánat, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek a nemzetsége, fiak, fiaik születének az özönvíz után. Szóval itt is a fiúkat veszi azért, mert a nőnek nincsen köze ahhoz, hogy milyen nemzetiségű, milyen néphez tartozik, vagy milyen törzshez tartozik a, az utód. Ezután 15-ös fejezet még mindig Mózes első könyve, azt mondja Ábrahám, hogy magzatok nélkül járok, a 17-es fejezetben megköti a szövetséget vele. Ja igen, és hogy elézer lesz, a Damaszkuszbeli Elézer lesz, a, az utódom, illetve örökli az én házamat, ugye ezt mondja. A házam rászáll, a is egy férfi. Tehát nem csak a nép, nemzet, de még az öröklődés is férfiágon ágon foly, folyik és aztán 17-es fejezetben, mikor megköti a szövetséget az örökévaló Ábrahámmal, akkor azt mondja, hogy kétség nélkül a te feleséged sára szül neked fiat, és megerősítem az én szövetségemet ővel, örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána. Hogyha női ágon öröklődne ez a mag, mert itt lényegében magnak hívja a népet, akkor ugye azt kellene, hogy mondja, hogy, hogy lány szül, hisz az az, ami örökíti tovább a a nemzetséget, de fiúról beszél ráadásul, megerősíti a, a szövetséget Izsákkal, plusz a fiúkat nem is lehet, vagy a lányokat nem lehet kör körülmetélni, ahogyan a fiúkat, szóval velük nem is tudná ezt a szövetséget ilyen módon fenntartani. Izsákról neveztetik a te magod, azaz a fiáról, ez már 21-es fejezet, 12-13 Mózes első könyve. Ezután Ismaelt is nagy nemzetté teszi, és ezt csak azért akarom megemlíteni, mert M mert, bocsánat, még előtte, nem, nem menjünk inkább is Azért, mert Ismál, ez már 25-ös fejezet Mózes első könyve 12-13, Ismál fiainak nevei, nevük s nemzetségük szerint. Tehát mind, ez egy általános gyakorlat volt, ez nem függ a néptől, a nép nem tudja eldönteni, hogy a nemzetséget hogyan, hogyan vezeti vissza, vagy hogyan határozza meg, hogy kitartozik abba a népbe, vagy abba a törzsbe, hanem egyszerűen csak ez meghatározott, ezt az atya meghatározta, és ismára is vonatkozik az ismálitákra, hogy a fiúk után öröklődik a nemzetség, nevük és nemzetségük. Aztán még mondja is, hogy Ismál első szülötte, stb. ez az amaz. Hm. Ezután Jákob megszerzi az első szülöttnek járó áldást Ézsautól, tehát ő lesz az, aki, akin keresztül az áldás eljut az emberiséghez. Még érdekességnek Mózes első könyve, ez 30-as fejezet, elmondja, hogy szült egy lányt is, Dínát, Jákobnak, most azt nem tudom pontosan sajnos, hogy melyik felesége vagy ágyas ez, de a lényeg az, hogy szült egy lányt, Dínát, és Dínáról ezután nem tudunk semmit, hogy mi történt vele, sehem, történeten kívül, ami azt jelenti, hogy Dínával megszakadt Jákobnak az ága ott, hiszen nem mond róla semmit, hogyha, hogyha női ágon öröklődne a nemzetség vagy a törzs nép, akkor ugye Dínát kellene, hogy kövessük, de nem így van, hanem Semot ez már első fejezet 1-4 ezek pedig Izrael fiainak nevei, akik Jákobbal Egyiptomba mentek. Ki-ki az ő háza népével, tehát maga az, hogy a ház kihez tartozik, az egyértelmű innen, és az férfiágon öröklődik a ház, reprezentálván ugye magát, a törzset, vagy a népet, és az a tizenkét fiú, akit említ itt az írás. Ézsau, 36-os fejezet, ez visszaugrunk Beresít, vagy Mózes első könyve, ezek Ézsau fiai, írja az ötös vers, a 36-os fejezetben, kik születtek neki Kánaán földjén. 36-9-10, ugyanitt ézsau az Edomiták atyának nemzetsége a Sér-hegyen Ézsau fiainak nevei. Szóval Ézsau lett az Edomiták atya, mint ahogy Jákob lett, vagy Izrael, az Izraeliták atya, és nem. Nem is lehet a női ágon, hogy örökölje, hisz ugye volt négy felesége. Hogyha valakinek több felesége van, több népből, akkor az nem tudott volna beilleszkedni. Nem lett volna annak a népnek, mint ahogy nem is lett a nő női ágon senki tagja. Fizikálisan. A konvertálás az egy másik dolog, vagy a prozalitizmus, ami folyt később, arról most nincs szó. Most arról van szó, hogy Ézsau esete egyértelműsíti, hogy férfiágon öröklődik a nép, hisz ő volt az Edomiták atya, és az ő fiait említi utána. József egy érdekes példa erre, József ugye Egyiptomban kapott feleséget Fáraótól, ez már Beresít 48-as fejezet, első vers, 5 19 ha valakit érdekel, ahol megtudhatjuk azt, hogy a két fia az Manaszé és Efraim, ez amikor megáldja őket Ábrahám, hogyha jól gondolom, és a te két fiad, akik neked Egyiptom földén is annak előtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Egyiptomba, ezek az enyém. Efraim, Manaszé, akárcsak Ruben, stb. Tehát a fiai, azok beilleszkedtek a népbe. Úgy, hogy az ő felesége az Asenát volt, aki Potifár papjának a lánya, egy egyiptomi, ennek ellenére ő az ő gyermekei, azok izraelitának számítottak, azért mert atyai ágon öröklődik a nép vagy a törzsi hovatartozás. Sem ott 38 azt mondja, hogy 600 ezren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül jöttek ki a Exodus vagy kivonulás során, és sok elegy nép megy fel velük, ami azt jelenti, hogy 600 ezren gyalog férfiak csupán gyermekeken kívül, szóval a nőket bele csak az elegy néphez számította. És nem azt akarom mondani, hogy a nő alacsonyabb rendű vagy sem, hanem egyszerűen csak az, hogy a nő nem tartozott bele a 600 ezerbe. Megyünk tovább. Ez már itt, ugye, Numeri, vagy ez Bamibár né, Mózes négyes könyve első fejezet, és a 26-os is. Talán ez a legegyértelmű bizonyítéka annak, hogy férfi ágon öröklődik a nép, vagy a törzs, ez amikor megszámolja Mózes a népet, és azt mondja, vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak ház népe szerint. A neveknek száma szerint minden férfiút főről főre. Négyes, egy-egy férfiú minden törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának. Tehát a férfiak azok, akiket számba vett, Ugyanez történik a 26-os fejezetben, egyébként, amikor megszámolják ezeket az embereket. Ruth könyve első fejezet, ahol megtudjuk azt, hogy Moábita lányokat vettek feleségül Elimelech fiai, és Rút volt az egyik Rút, tehát Moábita volt, és érdekes módon a négyes fejezetben, Rút könyvében megtudjuk azt. Pillanat. Tehát, na, Rútnak a fia azután, annak ellenére, hogy Rút Moábita volt, a fia bekerült Dávidnak. Ugye a felmenői közé ez volt Obed, ő volt az apja Isáinak, aki pedig, ugye, Dávidnak volt az atya. Tehát a nemzetség ez esetben sem Rút vagy a, a nő oldalán öröklődött, hanem hanem a férfi, azaz Boáz, ugye az ő párosukban Boáz volt az, aki izraelita volt. Sámuel második könyve hetes fejezet, ez a Dáviddal kötött szövetség, feltámasztom utána a te magodat, ez 12-es verstől 16-ig, mely a te ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Ez volt ugye Slomó vagy Salamon, ő lesz nekem fiam, 14-es versben írja, hiszen a, a, fiú az, akinek az ágán ugye a nemzetség, vagy a törzs, az öröklődik. Állandó lesz a te házad, a te országod mindörökké, tied lesz, a te trónod erős lesz örökké. Érdekes módon királyok könyve 14-es fejezet 31-ben Roboám az, aki elhunyt, és az ő anyjának Náma volt a neve, az Ammoniták nemzetségéből való. Náma tehát Ammonita volt, ennek ellenére Abia lett Izrael királya, és ő az, aki követte a Dávidi ö, vonalat. Tehát Izraelita volt, ezt akarom kihozni belőle. Ugye, és idegen nemzetségből származó királya nem volt még ezen a ponton Izraelnek. És tisztában vagyok azzal, hogy ugye abban maradtunk, hogy Biblia, illetve Tóra, de érdekesnek találtam néhány, néhány idézetet, és ezt szeretném megmutatni. Az első az Shade D. Cohennek az írása. Ő Héber irodalom és filozófia professzora Harvard Egyetemen és kifejezetten ő erről a témáról írt egy könyvet, illetve számos cikket, az a matrilineáris vagy anyai ágon történő öröklődés. Cohen úgy találta, hogy ez a matrilineáris származás az eredeti patrilineáris származás politikájából fejlődött ki. Magyarul elismeri ő is, hogy az eredeti, az a patrilináris, az az atyai ági leszármazás, ez a anyai ági, ez pedig már csak egy későbbi fejlemény. A Tórában úgy tűnik, írja, hogy az ember zsidó státusza az apjától származik. József nem zsidónőt vett feleségül, és gyermekeit zsidónak tekintették. Most itt a zsidó lehet, hogy megtévesztő, mert József idejében nem volt még, ugye ez a kifejezés nem létezett ez inkább izraelita lenne, de elfogadjuk így is. Ugyanez volt a helyzet Mózes és Salamon király esetében is. A házassági származás politikájára való váltás a késő ókorban következett be. Tehát ez a matrilineáris-patrilineáris csere, ez később következett be. A következő, ez egyébként myjewishlearning.com egy cikk, itt van a link, ha valakit érdekel, ott megtalálja ezt. Egy másik, a patrináris cikkből, ami szintén ezen az oldalon van, egy idézet, bár a Héber Biblia a zsidó identitást patrilinárisan határozza meg, tehát a Biblia maga az atyai ágon történő öröklődés határozza meg. A Misnak kimondja, hogy a zsidó anya és a nem zsidó apa utódait zsidónak ismerik el míg a nem zsidó anya zsidó apa utódait nem zsidónak. Tehát a misna az, és később ezek a szájhagyomány útján terjedő tanítások, amik megváltoztatják az eredetit, az a talmudi álláspont normatívává vált a zsidó jogban. És ha minden igaz, még van egy percem, a rabbinikus judaizmus, ez már tikvafon.org, egy másik zsidósággal foglalkozó oldal, tehát a rabinikus judaizmus által vallott tanok közül kevés, olyan meglepő vagy éppen annyira ellentmondásos, mint az anyaági származás. A felfogás miszerint egy nem zsidó anya és egy zsidó apa leszármazottja nem zsidó, míg a zsidó anya és a pogány apa leszármazottja zsidó, ami ellentmond annak, ami a Biblia ír. Ez a klasszikus kommentátorok körében általánosan elfogadott előírás összeegyeztethetetlennek tűnik a többi zsidó joggal, amelyben szinte mindig az apa származása a meghatározó. A geneológiát, vagyis a nemzetséget valóban az apa határozza meg minden kategória tekintetében, kivéve a legfontosabbat, hogy egy gyerek zsidó-e. Valójában a matrilineáris származás elve annyira összeférhetetlennek tűnik, hogy a 20. század első felének vezető német rabia Jehiel Jakob Weinberg hat, meghatottan így nyilatkozott, miért olyan az anya Bocsánat, miért olyan a gyermek, mint az anyja? A válasz nem egészen egyértelmű. És ezzel befélzemben mert az időt elvesztettük sajnos így a nehézségekben, de innen folytatjuk. Köszönöm. Akkor 10 percben... Most nem, most nem terveztem. 10 percben akkor Csak... Bényamin tud reagálni ezúttal az elhangzottakra, az általam elmondottakra. Tiéd a szó, Benjamin. Köszönöm szépen, és amikor... Befejeztem az előző kis blokkomat, akkor a végén nem túl szép módon azzal zártam, hogy vannak ezek a nemzetségtáblák, amiket valóban föl is soroltál. Tehát e, ilyen módon én lényegében egy kicsit már reagáltam arra, amit te mondtál. Az egy... Nem, te nem reagáltál az általam hozott forrásokra, feltételezem, hogy ezt majd egy későbbi blokk során szeretnéd megtenni, pedig nagyon kíváncsi vagyok erre is. Épp úgy, mint arra, hogy a végével kezdve ez az előbb idézett tudós is, ő se reagál. A, amennyire én találtam ezekre a forrásokra, pedig ezek azért érdekesek. Na mostan egy fogalom volt, amit én említettem, de ha nem volt teljesen világos, akkor bocsánat, ez pedig az volt, hogy különbözőség van. Család leszármazottság és, és identitás között. Ebben most belehoztál egy harmadikat is ez az öröklés. Az, hogy ki örököl, az teljesen egyértelmű. A tórában, feketén, fehéren benne van, apa, apától örököl, apa, fiú örököl apától. Tehát ezt, ez egy új, új front. Ez már nem az a téma. Üh, mint a, hát, jó, van valami laza kapcsolata, de pontosan az az, amit most mondani akarok, hogy itt három különböző fogalom van. Öröklés, család és vallási népi identitás az öröklés és a család azt nem vitatja a zsidóság, talmud, semmi, egy percig nem vitatja, hogy az apa ágón. öröklődik, kizárólag az identitás. Ha ez így van, akkor viszont az általad hozott források nagy része, az meg beleesik a első kettőbe. Tehát beszéltél öröklésről, beszéltél családról, identitással kapcsolatos források nem nagyon voltak. Nem, nem mondom, hogy nem voltak, de voltak valóban két példa, mondtad a József feleségét, és még szokták mondani, nem tudom, azt most te nem említetted, de biztos gondoltál a Mózesnek is a feleségére, a Ciporára, hogy ő sem volt zsidó, ugye a Gyitró, a Gyitró mondja, hogy csatlakoz hozzánk, ugye a Gyitró néha megjelenik a Ciporának az apukája, a Tórában föl, -föl tűnik, és mindig mondja neki a Mózes, gyere, csatlakozzál hozzánk. És, és, és a csatlakozás. Ez itt a lényeg. Megint ugye, amikor identitásról beszélünk. Formálisan, aki szeret fogalmazni, úgy mondja, hogy betértek, vagy vagy felvették a zsidóságot, de hát akkor nem volt zsidóság akkor nem volt betérés, akkor nem volt ilyesmi, amit én mondanék erre szerintem vállalható kompromisszum, hogy mostantól ő az egészet úgy, hogy van elfogadja, tehát együtt van, együtt van a, a csapattal, tehát elfogadja a helyi játékszabályokat, ez az, ami ugye az Ezránál olybá tűnik, hogy ez nem történt meg, az Ezra féle feleségek esetében, ott fordítva volt a játék, ott a zsidó férfiak fogadták el a pogány nők által diktált játékszabályokat, itt pedig fordítva, a Cipóra, a Mózes feleség és a József felesége, ők pedig a, elfogadták ezeket a túrai játékszabályokat, tehát gyakorlatilag ők zsidóként folytatták, annak ellenére nem voltak zsidók, tehát maga az ilyen értelemben vett betérés, az egy eléggé ősi dolog, hogy, hogy, hogy elfogadjuk a tórát annak ellenére, hogy nem vagyunk zsidók. Ö, akkor ez, ezekre akartam reagálni mindenképpen mire akartam még reagálni. Lényegében, ne úgy én ezeket ezért nem éreztem a, a relevánsnak. Az, ö, az ezrát akartam még mondani, hogy az... Na, bocs, ez az! Említetted a roboámot, fölírtam, azt írtad, hogy idegen nemzetségből származó király eddig nem volt, mert hogy a roboámnak az anyja Naama, ő Amonita. Hát ez nem teljesen pontos, ha szabad mondanom, a Dávid király. Az egy előbb volt, mint a roboám, ő volt a nagypapája, ugye a roboámnak, a Salamonnak az apja, és ő róla írja ugye a rútkönyvében, hogy a Moabita, ugye pont Amon, és Moab az a két ország, ahonnan nem száll, nem fogadunk el a tóra szerint olyat, aki onnan jön. Tehát ez egy nagy újdonság volt, hogy elfogadjuk, hogyha nő jön, azt elfogadjuk. Ezt is a Talmud rázad, de mi most itt hagyatkozunk a bibliai forrásokra. Ez egy apróság, tehát itt is végig-végig arról van szó, hogy csatlakozik a nő, és magára veszi az egész package deal-t úgy, ahogy van, mindenestül. Tehát Egyébként mondom, ez egy ilyen Jolly Joker válasz, és mint minden Jolly Joker válasz, van egy erőssége és egy gyengesége, mert hiszen minden, bá, teljesen mindegy, hogy hány forrást fogsz nekem hozni, ahol nem zsidó nők fognak házasodni zsidó férfiakkal, azt mindenkire rá fogom mondani, hogy jó, de az a nem zsidó nő, az betért, és az azt magad mondod, hogy persze, persze, mindig lehet mondani, igaz, igaz. De, de ezzel együtt is, ez sem nem cáfolható, sem nem bizonyítható, szintén, a, akarom kimutatni ezt, hogy a te érvelésedben az, az előnyös oldal az, hogy azt mondod, hogy de hát az ugyanaz. Az ugyanaz, hogy, hogy vallási népi identitás, meg hogy családindetes, az az egy, egy fogjuk. Hát igen, ez így tényleg egyszerű fölfogni az életet, hogyha egy nagy kategória van. Ez az előnye a te megközelítésednek. Súlyos hátránya azonban, hogy az nem válaszol egyáltalán az általam felsorolt három forrásra. Súlyos bitje a helyzetet, hogy az általam felsorolt három forrás azok témabeliek. Tehát a mi témánk az, hogy ki a zsidó. Az a zsidó, akinek az anya zsidó. És ezekről szól azok a források, amiket én hoztam az Ezra, a Mózes második és ötödik könyve, az végig arról szóló témák voltak, illetve nem csak, hogy a témát így érintett is, azok jogi. Tehát most itt jogi dologról van szó, szóval jogilag zsidónak számítjuk-e vagy sem. És ezek jogi szövegek voltak, jogi kontextusú szövegek voltak. Amiket te hoztál, azok sztorik. Most az, hogy sztoriból tanulunk, az egy ismert fogalom zsidóságban, kereszténységben egyaránt, az nem probléma önmagában, csak egy fokkal gyengébb érvelés, és egy, egy fokkal gyengébb a bizonyítéknak az ereje, hogyha az nem egy jogi szövegből származik, úgyhogy ezért az a, azok a forrásunkat én hoztam, azoknak a jogi változata az az ereje. Uh, p igen, uh, ezeket akartam nagyjából mondani. Mm, nem, 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 nem írtam föl mást. Ja, igen, még egy szó so erről, azért még van egy kis időm, ez a Cohen. kohén. Van, mindig van ilyen, mindig van ilyen, én nem akarom, minden tiszteletem az ilyen kutatóknak. Mindig vannak ilyen magányos farkas kutatók, akik egyedül rájönnek, hogy semmi nem az, amit eddig gondoltam, minden pont fordítva, és az mindenféle tudományban zsidóság és biblia sem kivétel, ez alól az mindig nagyon nagy ö, ö, figyelmet kap és reflektorfényt kap, csak hát a, a fő kutató mainstream áramlat, azok azt nem szokták annyira favorizálni. Tehát itt például egy probléma, én belenéztem egyébként, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, rákerestem, és nekem is kidobta ezt a csodás gondolatot, ám ellenben ő azt írta, hogy az az első századba váltott. Tehát időszámítás szerint első századba váltottunk, patrilineálisra, matrilineálisra. Ebben a poén az, hogy az ezrát néz meg, hogy mikor volt, időszámítás előtt 400-zal. 500 év diskrepancia van ebben a feltevésben. Biztos vagyok benne, hogyha itt lenne velünk ez az úriember, ember, akkor ő erre mondana valamit. De így, hogy nincs itt. Így, amit ő mond, az az érvényes, amit mondtál, hogy a bibliai források. Tehát a bibliai forrásokkal, azokkal, mint próbálunk kezdeni valamit, amit tudunk az ő forrásával, így az ő jelen nem létében, én például nem nagyon tudok mit kezdeni, de ha te tudsz, az szuper, és ismét röviden, rövidítve visszaadnám a szót, mert én ennyit gondoltam hozzátenni. Köszönöm még egyszer, Benjamin. A, ez, a kértés ugye arról beszélsz, hogy az identitás, illetve a családi öröklés között van egy különbség, azonban ezek a cikkek, illetve ugye az egyik az Cohen, de a másik az Jehiel Jakob Weinberg, tehát van kettő ember is, aki ezt a dolgot úgy gondolja, hogy ez nem egyértelmű. És mindkettő úgy veszi, hogy ez egy váltás, ami bekövetkezett, és ráadásul a cikkben zsidó jogról beszél, szóval ők tisztában vannak azzal, hogy ez egy jogi kérdés, nem feltétlen csak egy öröklődés, kapcsán merül fel, és mégis egyenlőséget tesznek a kettő között. Szóval azt akarom mondani, hogy nem csak én értem így, hanem ők is, illetve a cikk szerzői is, hiszen nem minden idézet ebben a cikkben. Tehát ez egy általánosan elfogadott gondolat a zsidóságon belül, hogy történt egy váltás. Nem csak az, eset az ügyben, hogy családi, hanem az identitást is de egyébként a kettő, az kéz a kézben jár, hisz a zsidó identitás, az, ma, az magával hozza a, a nemzetiség, a törzsi hovatartozás, az magával hozza azt a, az identitás. Szóval elválasztani a kettőt, annyira nem vagyok szakértője ennek, de a cikkek alapján nem én vagyok az egyetlen, aki úgy gondolja, hogy, hogy ez a kettő kéz a kézben jár, hiszen arról beszélnek, hogy a rabinikus judaizmus által vallott tanok közül kevés olyan meglepő, vagy annyira ellentmondásos, mint az anyaági származás. Ők nem tesznek különbséget ö, ideológia és család között. És azt mondja, hogy a felfogás mi szerint ugye egy, egy nem zsidó anya, és egy zsidó apa leszármazottja nem zsidó. Szóval ő úgy értelmezi, ahogyan én azt prezentáltam, identitás és családi törzsi hovatartozás egyenlő. Míg, mintha te különbséget tennél, és azt mondanád, hogy az identitás az a vallási hovatartozás, de itt nem erről van szó egyértelműen egyik cikkben sem. Pedig ez három-négy cikk. És azt írják, hogy elő, ez az előírás, ez összeegyeztethetetlennek tűnik a többi zsidó joggal, amelyben szinte mindig az apa származása a meghatározó. Tehát ők is úgy értelmezik, hogy ez egy jogi kérdés, szóval ők tisztában vannak azzal, hogy miről van szó, hogy identitás, illetve a nemzeti hovatartozás az kéz a kézben jár, legalábbis ők egyértelműen így beszélnek erről. A geneológiát valóban az apa határozza meg minden kategória tekintetében, kivéve a legfontosabbat, hogy egy gyerek zsidó-e? Mit jelent az, hogy zsidó-e egy gyerek? Az, hogy zsidó-e egy gyerek, az azt jelenti, hogy a nemzetisége az zsidó-e. Vagy nem. Az identitás azzal kéz a kézben jár. És utána hozzáteszik, hogy a matrilineáris számazás elve összeférhetetlen a, a Bibliával. Sőt, ha megyünk tovább, a cikk arról beszél, hogy a matrilineáris elv nem csak a zsidó jog, hanem a zsidó történelem szempontjából is elgondolkodtató. Az ókori világban pedig az apa számított. A meghatározónak. Szóval ez egy általánosan bevett gyakorlatot, én ezt akartam demonstrálni a felolvasott versekkel, hogy minden nép nemzet így, így döntötte el, hogy melyik törzshöz tartozik a gyerek, és ezzel egyetértenek ezek a cikkek. Hogyha ezráról van szó, én gondoltam arra, hogy ezre elő fog kerülni, és az oka annak, hogy elváltak az idegen feleségektől, az volt, nem az volt, hogy a feleség ágán számítatik a nemzetség, vagy akár az identitás, ahogy te fogalmaztál, hanem te is erről beszéltél, hogy elfordítja őket a helyes úttól, de ahhoz nem volt köze annak a, ennek a cikknek, hogy hogy milyen születésű lesz a, a gyermek. És egyébként a gyakorlat is, én úgy gondolom, hogy alátámasztja azt, hogy úgy van, ahogy mondom, bár lehet, hogy te ezt meg tudod cáfolni. Hogyha én azt mondom, hogy az én apám zsidó volt, akkor ők nem fognak elfogadni engem úgy, mint zsidó születésű embert, vagy az a izraelita törzs, vagy néphez tartozót, hanem nekem be kell majd oda idézőjelbe konvertálni. Míg, hogyha az anyám zsidó, akkor én csak egyszerűen elfogadott, hogy zsidó vagyok. És ez lehet, hogy rosszul gondolom, de majd meg fogom ezt kérdezni. Szóval, ilyen, ilyen módon a, a identitás, illetve a családi nemzeti hovatartozás az egy és ugyanaz. És ez itt most a kérdés. Ez volt a problémája Ezrának, illetve Nehemiásnak a későbbiekben, hogy elfordítja a, a gyerekek szívét, ezek a feleségek nem változtatja meg a nemzeti hovatartozást, magyarul az identitást, hogy melyik néphez tartozik, hanem csak félt, hogy el, ö, elfordítja. És ez egyébként nem egy új... Mm -hmm. Mindjárt. Azt... Ö, ó, jó. Fíjnál. Szóval ez sem ott Mózes második könyve 34-es fejezet, ahol leírja, hogy ne szövetséget a föld lakosaival, azért ne védj az ő lányai közül a te fiaidnak, mert elfordítják, paráznaságra viszik rá a te fiaidat. Mondja, ne szövetséget velük. De nem azért, mert a születendő gyermek utána ammonita lesz, hanem azért, vagy moábita ez esetben, hanem azért, mert elviszi a vallástól idézőjelbe véve. A született gyerek így is, úgy is izraelita lesz, hogyha az apa izraelita. És a kérdés ma ez, hogy miért mondják azt a zsidók, hogy az anyai ágon öröklődik a nemzetség, miközben az írások nem ezt támasztják alá. Aztán királyok első könyve, 11-es fejezet, első-második szintén csak demonstrálja azt, hogy, hogy Salamon Ugyan sok idegen felesége volt, de a probléma az volt, hogy megmondta nekik az örökkéveló, hogy ne menjenek hozzájuk, és őket se engedjék, ö, engedjétek magatokhoz jönni, az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket, szóval elfordítja a szívüket a helyes úttól, nem pedig más nemzetiségű lesz a gyermek. Mint, mint ahogy az én elgondolásom szerint a kérdés az most. Az utolsó, amit említett Benjamin és az Mózes Ötös könyve 7 fejezet 1-től 4-ig, ahol megismétli azt lényegében, amit Semot van az előbb a 34-es fejezetben mondott. Tehát a, a, a lényeges, a kérdés itt most az, hogy ki az, akinek a nemzeti hovatartozása zsidó. a, megszületett gyerek milyen izraelitának fog számítani, vagy goimnak? Ez a kérdés. Legalábbis az én olvasatomban én így értelmeztem ezt, hogy biblikus-e az anyai ágon történő öröklődés. Érted? Ez az, amire én próbáltam választ adni a prezentációval. Hogyha ha izraelitának számít, mert ugye az fontos, akár az, a végidőkben, vagy a király, az ezer éves királyságban, amiről ír a, akár Ézsaiás könyve, vagy Ezékiel, ugye az izraeliták ellátnak egy speciális funkciót ebben a királyságban, ők a papságot adják, ahova nem tud egy goim, egy, egy nemzet bekerülni, hisz ez az izraeliták feladata. És én most arra próbáltam ö, mutatni ezeket a verseket, hogy az írás alapján a férfi ágon dől el az, hogy a születendő gyermek az izraelita vagy sem. Az, hogy identitás, amiről beszélt Benjamin, az nem is tudom, hogy hogy, hogy fog majd ez a kettő viszonyulni egymáshoz, de szerintem a kérdés blokkban egyszerűbb lesz erre választ találni, hogy, hogy miért is tűnik úgy, mint hogyha ketten két különböző dologról beszélünk. de amit én demonstrálni szerettem volna, az azt hiszem egyértelmű. Az pedig az, hogy a Biblia következetesen, mint ahogy ezek a, a zsidó szerzők is arról beszélnek, a Biblia következetesen az mellett áll, hogy a gyermeknek a törzsi hovatartozását, az melyik néphez tartozik, az az atyai ágon dől az apja, az apja, ágán származik. Teljesen mindegy, hogy az anya moábita, vagy Ammonita, vagy akármi is lehet. Mint a, úgy, mint ahogy a földbe vetett mag, az mindig kukorica lesz, ha a mag kukorica. Akkor is, ha Kínába vetem el, vagy hogyha, ha Mongóliában. Ugyanígy van, a férfi adja a magot, a nő az gyakorlatilag csak kihordja a gyermeket, és a férfi dönti el azt, a férfi től származik, a nemzeti hovatartozás. Ezt akartam kifejezni. Remélem, hogy érthető volt. Szóval Binyamin, te tudsz kérdezni most köszönöm, nagyjából 10 köszönöm. perc. Köszönöm. Egy picit illetően elnézést, ez egy kérdésblokk, de mert mégiscsak elhangoztak ebben részedről is dolgok, és részemről is nyilván, amikre te reagáltál. És én is, ha lehet röviden, akár a 10 perc rovására nagyon szívesen reagálnék az elhangzottakra, ha lehetséges. Most már kérdezhetsz is esetleg de hiszen... úgy, úgy tudunk. Hát értem, de, hát, de érteld, de amit én mondtam, arra, te de mit de te, te mondtál te... arra, én, én nem reagálhat. Hát reagáltál a te 10 csak. De arra, amit most mondtál arra nem amit most mondtál arra nem reagáltam előtte, mert nem hallottam, mit mondsz. Igen, az, az a problémája ugye ennek a leosztásnak, hogy a második reagáló reagálhat az első reagáló előadására, plusz reakciójára. Míg, a má, míg az első reagáló nem tudja ezt megtenni. Szóval ez, ez a rendszernek egy, egy hibája, de a 10 percetben, akkor, akkor abszolút tedd meg, mert én kíváncsi vagyok, hogy Jó. mi az, amit szeretném mondani. Jó, megpróbálok rövid lenni, és indítható a 10 perc. Tehát, többször beszéltél a férfinek a szerepéről, hogy a férfi, de ezt a zsidó, ez is egy olyan dolog, amire a zsidóság egyetért, hogy a férfi, a férfi gyakorlatilag a küldetést azt apáról fiúra száll, csak ez megint ez egy külön sztori, ez nem az identitás öröklése. Na most itt a, a Shia Cohen, illetve a Weinberg e, a neve hangzott el. Shia Cohen, ezt zsidóságot nem ismerőknek tudniuk kell. Shia Cohen, GTS, reform zsidóság, reform zsidóságban nagyon sok minden belefér, gyakorlatilag szinte akármi sokkal rugalmasabb, mint a ortodox zsidóság, a Weinberg ő egyébként a berlini rabbi képzőnek a rossi volt, ahol véletlen vagy nem véletlen, én is ott végeztem, tehát ő nekem is uh, rossi sívám milyen értelemben vezető, tudós rabbi. Tehát ő nem mondta azt, hogy ez nem igaz, vagy ő nem mondta azt, hogy egy változás történt. Ezt a saját Cohen mondta, hogy változást történik, mondhatják is, tehát ez a reformba tökéletesen belefér. Ortodox embertől nem fogsz ilyet hallani, mert az ortodox ember nem ezt mondja, illetve a Talmud se ezt mondja, illetve mondom, te arra kértél, hogy bibliai forrásokat keressünk, tehát ezért azt is hoztam, Bi bibliai forrásokat. A Weinberg rabbi, amennyire értettem, azt mondta, hogy ez egy érdekes törvény, ez egy furcsa, hát, de valóban furcsa, hát ez mindenki egy érdekes, hogy furcsa, de nem azt mondja, hogy nem így van, vagy nem így volt. Most az Ezra, az egy, az egy, sztori, az Ezra kérdeztet, hogy az Ezra-nál miért a... Hogy, hogy azért kellett elvinni, mert hogy eltérítették. Ez pont fordítva van nekem a logikám szerint. Hát a, ha eltéríti a mama a gyereket, akkor te hova teszed a gyereket, hogy az identitása az egyisten hívő maradjon, és ne pogánybálvány nyilván. Pont, hogy a papával kellene mennie. Szerintem. Ez, ezért ezt, ezt, ezt itt logikailag én nem követem. Ezt akár kérdésnek is vehetjük, ha te ezt másként látod. én úgy Oké, okay, én úgy gondolom, hogy ami egyértelmű abból nem is beszéltek, ugye, Héberről, ez, ez volt Ezrának, ha jól emlékszem, az egyik megérdzése a gyerekekkel kapcsolatban. És mm, mindjárt majd, hogyha kitérünk arra, hogy az identitás, meg a család, hogy mi, mi a különbség, hogy miért tűnik úgy, hogy elbeszélünk egymás mellett. De a lényeg az, hogy a kultúrájuk nem az volt, mivel a feleségek, akiket vettek, más kultúrából származtak, és nem, tud, nem voltak hajlandók beilleszkedni. Ezért mondta Ezra azt, hogy ezeknek menniük kell. De arról nincs szó, hogy a, szület, a, hogy a született gyermek az attól még izraelitának számított. És én erre koncentráltam a, ennek a, az egésznek az összeállításánál, hogy ki az, aki nép vér szerint zsidóna, akkor inkább így fogalmazok. És az lesz, az lesz a nagy kérdés, hogy ki az, aki vér, vér szerint. vér szerint mindenki. Vér szerint minden. És mindenki csak vallásilag nem. Tehát mondjuk, hogy ez a gyerek ez zsidó, hiszen az apja zsidó, akkor a gyerek is zsidó, akkor miért nem mondjuk azt, hogy hát akkor hozzuk vissza a gyereket. Mentsük ki ennek a pogány bálványimádóknak a karmai közül, hiszen ők nagyon nem jó dolgokra szoktatják rá kultúrzsan. Vissza, visszaképezzük őt. Megtanítjuk Héber, megtanítjuk a Tórára, vallások, törvény, egyisten, hit, ima, minden. És akkor megvan mentve. Nem ez volt az Ezra javaslata. Ez, a, ez az érdekesben. benne. Uh -huh. Meg is indokolta. É, és ez a, ez mond... Ja, bocs. Azt, igen, a... igen, igen, csak az Ezra. még van még az a két azt, másik azt forrás, amit szintén még nem hallottam. Azt akartam erre mondani. Ezra megindokolta, hogy miért döntött így. Azt mondta, hogy ez volt a probléma, amiért kiűzött minket Korábban, amiért Babilonba kerültünk, hogy elhagytuk az utat, most meg egyből ott kezditek, hogy már idegen feleségeket vesztek magatoknak, és eleve elhagytátok az utat. Szóval szabaduljunk meg ezektől, és hát, ha akkor az ő haragja elmúlik, és ad nekünk egy új lehetőséget. Tehát megindokolta ezről, hogy miért. jól értem. Miért nem fogadták a gyerekeket vissza magukhoz? Jól értem, hogy ha az feleségek elmennek, de a gyerekek maradnak, az még mindig nem lett volna elég jó. Nem, ez így fogalmazott ezra, hogy jó, hogy jó lett volna vagy nem, azt nem tudom. De tisztázzuk már ezt. Te úgy gondolod, hogy Há, a. Úgy tűnik nekem a te. Ért... Igen, Hogyne? Hát nézd, az bennem igen. van... Igen, a... ez, ez nekem nem. Ez nekem nem volt egyértelmű. A to... Nézd, a tóra, volt egyértelmű. a tóra úgy Mert fogalmaz, ez... hogy a gyereket, hogyha dorbézoló, meg iszálkos, meg mit tudom én mi, akkor vidd ki a, a kapuhoz, aztán kövezzék meg és visz Szóval a tóra eléggé. Ja, de nem a gyereknek, a, de nem a gyereknek azért volt itt szó, hanem a papának. Nem, nem a azt akarom mondani, volt, hogy ez, hogy ez a, papa, a, a papa volt az ősbűn, az ősbűn a papáé, hiszen a papa szekte meg a tórában úgy áll, hogy ne vegyél más feleséget. Világos a papa é... szekte meg, a gyerek nem csinál semmit. Uh -huh. azt, azért mondja a tóra, hogy megbüntetem az atyák végét a fiakban harmad és negyedén akik engem gyűlönek. Szóval a, a gyerek elszenvedi a, a következményeit, a szülő nevelés és viselkedés hiányosságainak, ami, ami szerintem jó, mert ez talán késztetné a szülőt arra, hogy felelősségteljesebben álljon hozzá az élethez, válasszon párt, nevelje a gyermekét, hisz tudja, hogy, hogy, a következményeket szenvedni fogja a gyerek, és ez, ez, az ezrás történet lehet, hogy erre egy nagyszerű példa, hogy kegyetlennek tűnik, de, te ettől függetlenül még vannak szabályok, amiket nem lehet megszegni, és ő, én szerintem Ezra úgy látta, hogy onnan nincs visszaút, és még bocsánat, hagyd tegyem azt hozzá, hogy ha emlékszem, mikor azt mondta, hogy írtsátok ki az amalekitákat, a gyerekeket, a nőket, a mindenkit, kivétel nélkül, mikor Saulnak ezt a parancsot adta, az is egy olyan eset volt, amikor úgy látta, hogy onnan nincs visszaút. Abból a fajta báványimádásból, meg romlottságból nincs visszaút, szóval töröljünk el mindenkit. Úgyhogy ez nem egy új gondolat, legalábbis én szerintem. Le lehet, lehet. Lehetséges, elképzelhető. A Ezrának a szövegében olyan utalás van, ami más irányba enged következtetni, ugyanis ő pont ezt a mondatot, amit idéztem, azzal fejezi be, Veká tajrójé a Tóra szerint cselekedjünk. Csináljuk ezt, hűljük őket el, a Tóra szerint. Ez egy kis utalás, én nem mondom, hogy ez egy végső döntő utalás, ez minden esetre ez egy kicsi utalás. És ennél jelentősebb volt az a másik kettő, amire szintén kíváncsi lennék, hogy hogyan reagálsz. Rendben. Más, Mozes második könyv és ötödik könyvben. Még, még való azt... bizonyítékok. Tisztázzuk már azt, hogy a, a vér, vér, szerint, hogy ki a zsidó vagy izraelita, mint, mint, azt érthető az a kifejezés, hogy vér szerint? Hát én azt hittem, a vér szerint az a natur, tehát a sima genetikai teszt. Így van. Tehát nem a, nem a tórai, a bibliai. És akkor a vér szerinti, az szerinted az férfi ágon öröklődik? A vér szerint? A vér szerint az egy tudományos fogalom, nem egy vallási fogalom, ahogy én értettem. Igen, de azt nem. akarom mondani, én csak a vér szerint itt azért a, a, hoztam, mert ahhoz, a, a család... nagyon közöm, Nem Értem. Nem, azért, mert a család... Nem, mint rabbi esetleg, mint tudós. A, azért, azért akarok másképp fogalmazni, mert úgy tűnik, hogy ha azt mondom, hogy nemzetség néptörzs szerint, uh -huh. akkor az, az félreérthető számodra, jól értem? Igen, tehát itt két kategória van. Van egy a... Van egy az identitás, hogy zsidó-e vagy nem. Mit jelent az, az hogy identitás? Ágon. Akkor beszéljük már meg azt. Mi, mit értesz te az alatt, hogy az identitás? Zsidó-e vagy nem? De mi az, hogy zsidó-e? Hát Balás? ez rá a tórai törvény. Kéldául kötelező e Hogyha valaki zsidónak születik, akkor a tórai törvény előír neki egy életmódot. Azt neki kellene tartani. Ha nem tartja, a probléma. Ha nem születik zsidónak akkor az a, azok az előírások, amik vonatkoznak rá, megszegi, senki nem fogja mondani, miért szekted meg. Azt mondja, azért nem, mert nem vonatkozott rám, születésemtől fogva. Akkor ez, ez hogy rám vonatkoz, vonatkozik-e a törvény, ez függ attól, hogy én nekem a nemzeti hovatartozásom mi? Tehát én Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottja vagyok? Ez, ez, erről beszélsz? Igen, tehát te úgy értem, te azt, akar, azt akarom megtudni, hogy szerinted a Tóra kötelező azokra, akik Ábrahám, Izsák és Jákob vér szerinti leszármazottai ma a világban? Igen, értem, értem, értem? hogy miért akarsz kijukodni. Ez Azt gondolom, hogy ezt már én mondtam, azt gondolom, hogy ezt már adresszáltam, és mondtam, hogy valóban én elismerem, hogy ez, a, ez egy mesterséges kettéválasztásnak tűnik a te szemedben, és a Rav Jehiel Jakob Weinberg, aki a Berlin rabbi képzőről se volt, ő is azt mondta, hogy ő is ez furcsának tele meg én is, tehát ezen nem vitatkozunk, hogy ez furcsa, ez most furcsa nem furcsa, van egy olyan mondás, hívésúr, hogy egy kérdésbe nem halunk bele. Tehát van sok furcsa dolog. A furcsa dolgok közül az első, amit mindig hoznak példának, az a vörös tehén. De ne egy vörös tehenet, és ez pora, az megtisztít. Ennek mi az értelme? Nem tudjuk, de ez van. Elfogadjuk. Persze. Nem értjük, és elfogadjuk. És ez is ugyanilyen dolog. De ezt nem azért fogadjuk el. Tehát amivel én vitatkozom, az amikor te azt mondod, hogy hát ez egy ilyen rabinikus újítás, és hogy ebben mindenki beleegyezik. Nem, Bocsánat, hát, nem hogy... mindenki egyezik bele, egy reformrabbit egy reformra találtál, aki beleegyezik. Nem, nem, nem. Én... Az, az én számomra zsidó zsidószal nem, nem probléma nagyon. Nem probléma. Az a mindenki most... beleegyezik, ez egy. És azért arra is reflektál, hogy te úgy mondtad, hogy bibliai. Tehát bibliai szempontból nézve. De még a bibliai én... szempontból nézzük. Azt, azt a dolgot tisztázott Igen. már le, hogy a szövetség, az, az örökké valóval kötött szövetség, ami, ami magával vonza azt, hogy a tóra kötelező, érvényű, a született emberre nézvést, azaz Izraelitákat idézőjelbe köti. Isz, i, i, Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai azok, akikre vonatkoznak a Tóra parancsolatai, nem? Uh -huh. A többi neve, és ők vér szerint Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai. Szóval úgy, úgy van, ahogy mondom, Amiről te beszélsz a vallási identitás, illetve a vér szerinti család az azonos, csak van egy mesterséges ketté választása ennek történt. Hisz a én, én ezt értem, ezt De én azt hiszem, hogy ezt már mondtam, hogy. Nem, de, de akkor viszont, nem? ha mondtad, mi, de mindegy, mert ha mondtad, akkor a példák, amiket hoztál, azok nem támasztják alá azt, amit szerintem te szeretnél. Mert rám nem. Érdekes. Legábbis én így látom, de mindenki kíváncsi vagyok, hogy ki hogy látja egyébként, mert mm, én nekem ez volt a problémám, hogy mintha te beszélnél egy ilyen mm, arbitrális talán úgy mondják ezt, egy ilyen egy mint az, hogy identitás az egy ilyen, mm, az egy új kategória lett, ami, ami addig nem Igen. létezett. Így van. Amiről a Biblia nem beszél, arról a kategóriáról. De pedig beszélt, hiszen meg is mutattam, hogy hol beszélt. Igen, megmutatta, de csak azért, mert te úgy fogod fel, hogy arról beszélt. De, de valójában... Hát nem hallottam még másiket, de nagyon én imádom az értelmezéseket, úgyhogy nyitott vagyok bár... Na még, még egyszer, még még egyszer csak ez, ez, az, ez az utolsó, hogy ezt meg, megpróbálom, csak akarom hallani, hogy, hogy érted, hogy én miről beszélek. Szóval én azt mondom, hogy a Tóra instrukciói... A, a, a szövetség lényegében, az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal Izrael kötött szövetség az ezeknek a pátriárkáknak a vér szerinti leszármazottait köti. Az ammonitákat nem, a moábitákat nem, a magyarokat sem, csak az izraelitákat és ezzel szinoním a zsidó. Jól gondolom? Abszolút. Rendben. Szóval az identitás, amiről te beszéltél, a vallási identitás azt nem lehet elválasztani a vér szerinti néptől. Mert csak őket köti a törvény a tóra. A, a, van a családi és a népi identitás. De családi identitás. Tehát olyan, mintha az egész nép egy nagy család lenne. Tehát ezt érzem így egy tényleg egy sarkalatos pontnak. Hogy az egész, ha az az egész nép egy nagy család, Ábrahám, Izsák és Jákob, mi mind, Ábrahám, Izsák és Jákob lesz hogy mi, mi mind vagyunk egy nagy család. Ha így fogjuk föl, akkor így van. Nem úgy értem, hogy minden ember a föl? földön az. Én nem arról beszélek. Nem, hogy... nem, 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 jó, nem, jó, nem, jó, én, jó. Se, én se úgy Aha. értem, én se. Én csak az csak a izraelitákra, zsidó nép, tök mindegy, hogy hívjuk, Ábrahám, Izsák és Jákob, hogy az mind, ez a tíz millió, hát kb. mint a magyar nép, tíz millió körülbelül. Az mind, mind egy nagy család. Így is mondhatnám, de ez így... Ha így mondanám, akkor az tényleg egy érdekes. De, nem, érdekes, de nem úgy nem van, nem. hogy csak de... őket köti a tóra? Ez, ez, ez a az gyak... igaz, Az igaz, de az nem az igaz, hogy az egy egész egy család. Jó, a, család, egy nép. a csa... egy család... A család... Nézd, most a családot bibliai értelemben használtam nép helyett, de mondhatunk törzset, vagy népet. Attól melyik maradjunk az egyikre? Ha elfogadjuk azt, jó, rendben, de ha elfogadjuk azt, hogy a család meg a nép azért az mégiscsak mégiscsak egy kicsit más fogalom, akkor ez se olyan nehéz lenyelnünk. Nem. Ne, ne, a család a, és a nép. Akkor, akkor felejtsük el a családot, akkor rosszul használtam, csak próbáltam volna um, különböző szavakat használni, hogy egyértelművé tegyem, amit mondani akarok. De akkor, akkor felejtsük el a családot. Válasszunk -e egy. A nép az jó? Jó. Jó. Akkor a nép... Csak a, az a kérdés, hogy ki tartozik a néphez. Oké, na ki tartozik a néphez? Szerinted? a néphez azt tartozik, tehát a nép ez tartozik, aki a anyai ágon öröklődik. De nem tartozhat az, hisz bemutattam azt a végtelen verset, ami demonstrálja, hogy nem így van. Azok a családokat mutatták, azok a végtelen de verset az ugyan, a a a, de nem, az ugyanaz, a néphez... Aha, most mondtad ki, most ez jó. Most jó mondtad, a család meg a Ér, nép az értem, neked ugyanaz, de... De értem, hogy mit mondasz, de, de, nézd, az, amiről te beszélsz, Akkor az, jó. Az, amiről te beszélsz, az már magába vonza azt, hogy valaki prozelita vagy, vagy convert, nem? Hogy bemegy be a népbe. Be, be um, hogy mondjam? Nekem nem jutott eszembe. Tér. Betér. Betér a népbe. Nekem ez a téma nem jutott eszembe most, miközben beszélgettünk. Aha. Jó, akkor, akkor még egyszer. Szóval, ha, ha megegyezünk abban, hogy a a szövetség, a tóra követése, maga az a vallás, amit zsidónak hívunk, nevezzük így, a vallás, az csak a vér szerinti leszármazottait köti az Ábrahám, Izsák, Jákob geneológiának. Értető? A többi népet nem. Szóval atyai ágon kell, hogy megtudjam, hogy kire vonatkozik a vallás. Hisz mindvégig úgy volt. Minden olyan példa, amit te idéztél, és minden olyan példa, ami családokat írt le, az valóban az, a, az atyát követte, és ennek megvan a zsidó filozófiában is a gyökere, és ez semmi ellenmondás nincsen, mert ezek mindig a, az apa mentén ő határozza meg az egészet, és az a mentén megy. De ezen kívül van az anyának is egy szerepe, hogy egy házasságban, egy családban is megvan a, az apának a szerepe, és az anyának a szerepe, és ezek különbözőek, ugyanúgy az is, hogy mi az ő jelentőség jelentőségük, az is eltér. Az apának a jelentőség az, hogy ő határozza meg a karakterét. És az anyának a jelentőség, hogy ő határozza meg a, az identitását. Oké, okay. akkor ez az identitás, ez ez bárki lehet ilyen identitású? Bárki tart... Tehát Ö, mine... Nem tudom ki az bárki. Nem, nem. Azt akarom mondani, hogy egy moábita aki, mint rút. hogy határozhatná igen. meg, hogy zsidó lesz-e valaki, vagy nem? Értető? N nem értem. Nem, nem, nem haragudj. Hát, hogyha ha elvesz egy zsidó, egy moabitát, akkor az a gyerek... Egy zsidó férfi egy moabita nőt, vagy Bocsánat, a igen. Egy zsidó férfi egy moabita nőt, akkor a született gyermek az moabita identitású lesz? Igen. És az mit jelent, hogy valaki Moábita identitású? Az, amit mondtál? Hogy? Nem vonatkoznak rá a Tórai tilalmak. Szóval azt akarod mondani, hogy Dávid királyra nem, von, ne, nem vonatkoztak a Tórai követelmények? Mivel Ruth az anyja ma. Moabit... Csak nem. Igen, igen. Hogyha de úgy számítjuk, hogy betért. Ezt már mondtam, hogy az én Jolly Joker, <laughs> <Milára>. Ez <kérdező> hogy <laughs> okay. csatlakozott. De egyébként ezt a rútkönyve ezt túperül leírja. Most már ezt érez, a rútkönyve absz... éppen nagyon jól és részletesen. Oké, okay, most már értem, hogy könyve. te miről beszélsz, de hogy én... A népem a te néped, ugye ezt a rút mindig abból is idézik, a rútkönyvéből idézik. Mindig, amikor a és azt mindig a rútkönyvéből idézik. A népem a te néped, az Istenem a te Istened, ahol te eltemette az ott nekér, engem. Ez az egész, ez annak a fő modellje. Akkor mm, tovább megyek. Szóval, Izsák? Mondj el. Ne hogy mehetünk tovább egy máskor, csak nekem ja, most... Ja, igen, nem, jó, emlékszem. Jó, oké. Mennem. Akkor nézd, jó, zárjuk le ezt. Én szerintem nagyszerű volt, én köszönöm a türelmet, hogy nehez. És érdekesnek találom azt, ahogy, ahogy gondolkodsz erről, de elengedlek, mert megbeszéltük, hogy 50-kor menned kell. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy felkészültél, meg itt voltál, és én szerintem mindenki számára hasznos volt, meg még egyszer a, a, a türelmedet, meg a tudásodat köszönöm, úgyhogy átadom a szót, elbúcsúszhatsz, és aztán lezárjuk ezt az adást. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, érdekes volt és elgondolkoztató részletek. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek a legjobbakat. Halleluja is